Rácz Margit a vendégünk, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének kutatási igazgatója, kezét csókolom. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ugye az évvége az arról szólt, hogy az orosz válság hogyan rántja mélybe a feltörekvő piacokat, hogyan teszi tönkre az euróár folyamát, illetve Európának árt vagy használ, hogyha az oroszok gazdaságilag összeomlanak. Most ehhez képest itt van a görög történet, itt van a január 25-i előrehozott görögországi választás, itt van annak lebegtetése, hogy Görögország kilép az euróövezetből, és itt van az a mondat Angela Merkeltől, hogy ha nem tudják fizetni az adósságukat, akkor menjenek is. Jó, ha mennek, vagy nem jó, akarnak menni, vagy csak fenyegetőznek. Ez a görög választás ez valóban ilyen hatással van-e már most az európai pénzre, és ezzel a miénkre? Sok-sok kérdés. Az, hogy valami eddig nem tapasztalt változás is bekerült a képbe az előrehozott parlamenti választásokkal Görögországban, az mindent megmozgat. Eurót, forintot, mindent megmozgat, mert nem lehet igazándiból beárazni, hogy megtörténik ez az alternatíva, vagy pedig, ha nem történik meg, akkor mi lesz. Minden esetre Ciprászról elég sokat lehetett hallani a korábbi években is. Ő az a fiatal mérnök, aki nem része annak a politikai elitnek, amit a korrupció, a mindenféle összefonódások alapján szépen lassan leír a rendszer, különösen akkor, hogyha azokat a kedvezményeket, amiket korábban kapott a lakosság, azt a konszolidáció révén le kellett építeni. Ugye Ciprász az a politikus, aki a Syriza élén áll, a Syrizát szélsőbalosnak szokás nevezni, de most azt mondják, hogy mert hogy a hatalom közelébe kezd kerülni, egyre puhábban fogalmaz, egyre kevésbé akarja mondjuk egy pillanat alatt leírni a görög államadósságot, bejelenteni, hogy nem fizet Görögország, már nem beszél arról, hogy mindenképpen kilép az euróövezetből, mert érzi a hatalmat. Görögország hasznot húzott az eurozónában bekerülésből és az eurozónában való létből. Ha Görögország abban a helyzetben, amiben a 2008-as pénzügyi összeomlása lényegében a világnak egyedül lett volna, akkor Görögország ennél is sokkal többet fizetett volna azért a gazdaságpolitikáért, amit ez a hat nagy család két pártba tömörülve teremtett ebben az országban. Mert Görögországban lényegében nincsen adófegyelem, nincs olyan APEC-hez, NAFASZ hasonló intézmény, tehát Görögország az csak önmagára hasonlít, egy félkész ország a katonai diktatúra után. Én azt gondolom, hogy Görögország éretlen az eurozónában való tagságra, ahhoz, hogy rendbehozzák a költségvetést, és rendbehozták a költségvetést. Ahhoz arra volt szükség, hogy egy háromtagú trojka kívülről rákényszerítse ezt a görögökre. Na most Ciprász ebből csinál politikai tőkét, 20%, 26-27-8%-os munkanélküliségben ebből csinál tőkét. Lassan ő is megtanulja azt, hogy neki nem lenne jó. Én úgy gondolom, hogy Schäublének és Merkelnek az üzenete arról szól, hogy ha ti olyan komolytalanul veszitek ezt az eurozónát, akkor majd jogilag erről nincs szó. Jogilag meg fogjuk teremteni azt a feltételt, hogy kilépjetek, ha akartok, hiszen pup vagytok a hátunkon. Igen, csak közben, hogyha én görög vagyok, akkor azt mondom, hogy jön egy politikus, aki mögött szemmel láthatóan van egy tömeges támogatás, és aki azt mondja, hogy ránk kényszerítettek egy több mint 40 ezer milliárd forintnyi adósságállományt. Ugye ez Görögország adósságállomány, ez kimondani is elképesztő. Csak azért mondanék valamit. Amikor senki nem kényszerített semmit Görögországra a 90-es évek elején, és ugye akkor volt a Maastrichti szerződés tervezése, akkor három ország volt, ahol a GDP 100%-át meghaladta az államadóság. Görögország, Olaszország és Belgium. A görögök folyamatosan úgy gazdálkodtak az olcsó pénz viszonyai között, ami egy borzasztó eladósodást hozott. Tehát az adósság alapját nem ez a 240 milliárd teremtette meg, hanem a görög politikának a végtelen komolytalansága. Úgyhogy én a következőket gondolom. Hát igen, de ezt a görögök valószínűleg nem így látják, ezt mi látjuk így kívülről, nem? Hát attól függ, hogy mit ők kommunikálnak. Ők áldozatnak látják magukat. Ők leginkább áldozatok is, mert 26% fölött van a munkanélküliség, a fiatalkori munkanélküliség fölötte van, és azok a kedvezmények, amiket mondjuk az a rengeteg közalkalmazott kapott óriási állami tulajdon mellett, ami korábban volt, azt elvették tőlük. Van arra valamiféle modell már, hogy mi történik akkor, hogyha Ciprász nyer, most úgy néz ki, hogy ő nyerhet, ő a előrehozott választások nagy esélyese, és mondjuk nem mondja, hogy kilép az euróvezetből, nem mondja, hogy nem fizet Görögország, hanem azt mondja, hogy mondjuk az adósság szolgálatának időtartamát a kétszeresére,
kívánja növelni, tehát ez egy nagy könnyítés lenne. Akkor fizet, amikor tud, és nem akkor, amikor muszáj, ami egy érdekes álláspont, de most éppen itt tartunk, most ezt fogalmazza meg. Van arra valami modell, hogy ez mondjuk Európában mit okoz? Az euró árfolyamában mit okoz? Szeretnék valamit mondani. A görög válságkezelés 2010 óta zajlik. Azóta kapta ezt a sok pénzt, 100 milliárdot leírtak az adósságából, mert 35 év múlva kell kifizetni. Lényegében cég, bank már nem rendelkezik görög papírokkal, állami kézben van, és ugye itt van egy érzékeny kérdés, a nemzetközi valuta alap. A nemzetközi valuta alap ugye 1944 óta létezik, és neki mindenki visszafizette azt a pénzt, amit adott neki. Úgyhogy Christine Lagarde-nak rossz éjszakái vannak a görög válságtól. A Ciprásznak nincs, ugye az egy szerződés, ha valaki hitelt vesz föl. A hitel felrugója az lényegében olyan dolgot követ el, aminek bármilyen következménye lehet. Ha Ciprász lényegében miniszterelnökké fog válni, és nem egy ellenzéki politikus, aki beszélt össze-vissza, akkor neki tisztában kell lenni azzal, hogy neki tárgyalni kell. Tárgyalni kell a hitelnyújtókkal. Tárgyalni kell azokkal, akik ezt a 240 milliárdot belepréselték azért a görög gazdaságba, hogy ne kerüljön államcsődbe. Tehát, hogyha a Görögország vállalja azt, hogy lemond az adósságfinanszírozás, akkor jön az államcsőd, ami egy akkora áldozatot követel a lakosságtól, amit röpül Ciprász is. Tehát én azt gondolom, hogy az ő érdeke az, hogy benne maradjon az eurozónában, és ha úgy érzi, hogy a lakosság nem tudja vállalni ezt az adósságterhet, akkor a hitelezőkkel üljön le tárgyalni. Jó. Görögország. Görögország akkor egy problémás rokon lesz az Európai Unióban, de a jelek szerint ön abból indul ki, hogy egy darabig bennmarad, és aztán majd, hogyha a konszolidáció sikerül, akkor ez a kérdés már fel sem merül. Én azt gondolom, hogy egy áldás lenne az eurozónának, ha görögök kikerülnének, a jogi feltételek nincsenek meg erre, és ha nagyon ügyetlen Ciprász, akkor még az is előfordulhat egy nagyon kis valószínűséggel, hogy valahogy kikerül Görögország, ez egy heveny vihart fog kiváltani, mert ide mindenki csak belépett, kilépni, és soha senki nem lépett ki. A heveny vihar rosszat fog tenni mindenkinek egy rövid időre, szemben az orosz válsággal, amely egy hosszú probléma. És akkor, hogyha a görögök kikerülnének, akkor megkönnyebbülne hosszabb távon az euró? Biztos. Aha, biztos. Tehát akkor jobb lenne az árfolyam egy hevenyi minden jobb után. Lenne. Egy jobb mi lesz az oroszokkal? Ugye ez most párhuzamosan zajlik ez az ügy, ez azért elég nagy teher az euró árfolyamának, elég nagy teher nekünk. Együtt az orosz gazdaság és a görög válság. Én azt gondolom, hogy a történelmi mélypontokat is meghaladóan csökkenő olajár borzasztó nehéz helyzetbe hozza az orosz gazdaságot, mert ő ebből szerezte döntő módon a jövedelmét. Ez az egyik probléma. A másik nagyon nagy probléma pedig az, hogy nem tudom, én nem látom azt, hogy a putyini politika Ukrajna egyre markásabban megfogalmazódó nyugat felé közeledésére micsoda lesz. Mert az, hogy abban a két megyében lényegében a szakadárokat folyamatosan támogatják, ez azért van, mert nem tud lemondani Ukrajnáról. Lehet tárgyalni a világon mindennel, de lényegében a fegyveres konfliktus benne van a rendszerben. Donyeck és Luhansk alapján egyszerűen nincs béke. Azt mondja, hogy nincs hova hátrálni a Putyinnak? Tehát egyrészt gazdaságilag az összeomlással fenyegetik, mutogat a nyugatra, majd joggal mutogat a nyugatra, és itt van Ukrajna, ami ügyében szintén mutogat a nyugatra, mi azt gondoljuk, hogy nem joggal, de nyilván egy orosz hazafi ezt másképp látja. Amikor a Krímet annektálta Putyin, az egekig nőtt a népszerűsége. Tehát sok mindenfélét kell nézni, de a putyini politika volt az, hogy a hatalmas olajárbevételekből a legalsóbb társadalmi rétegek életszínvonalán is emelt egy kicsit. És ez nagyon népszerűvé tette. Na most, ha bejön egy hosszantartó recesszió Oroszországban, amiről én azt gondolom, hogy elképzelhető. Én nem tudom, hogy az olajár mitől esik ennyire, és azt sem tudom, hogyha elindulna a világgazdaságban egy fellendülés, akkor csökkenhetne a továbbiakban az olajár. Ha az olajár csökkenése megáll, és gondolom Putyin erre számít, ugye minden csoda három napig tart, akkor egy picit jobb lenne. Nem érdeke Európának, hogy Oroszországban egy mély politikai válság alakuljon ki. Most járt le a mi időnk, de egy utolsó kérdés nem állok meg. Van, aki arról írt tegnap már, hogy 350 forint is lehet az euró árfolyama ezek miatt, a válságok miatt, és a forint
támasz nélkülisége miatt, ezt ön is így látja? Én azt gondolom, hogy egy komoly leértékelődés elkezdődhet ebben a rendszerben, és a külső változások olyan fordulatot vehetnek mindkét területen, ami nagyon rosszat tesz a forintnak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. A híradóval folytatjuk, és aztán várom önöket vissza. Úti ügyek, a hivatalos kormányzati véleményt is meg fogjuk ismerni majd.